Sziasztok, kertbarátok! Köszöntelek benneteket! Ebben a videóban az egynyári növényeké lesz a főszerep. Tudom, hogy igazából többnyire mindig évelő növényeket mutatok, és ezt javasoljuk ültetni és telepíteni, mivel ők jó esetben egyszer kell őket elültetni, és utána minden évben újra nőnek, egyre erősebben, egyre nagyobb felületen. De mégis van egy-két egynyári, amit én szeretek, ültetek, azért, mert még nincs teljes zárt állománya a két ágyásba, valamint szépségük és növekedési erejük miatt szeretem őket. Itt rögtön balra van egy pillangóvirág, ami kapható hófehér, fehér, rózsaszín, tehát hófehér, rózsaszín, pink, és ilyen átmeneti szín változatokban. Aztán ott mögötte van a Kleopátra tűje, ami hasonló színekben kapható, ő elágazó ágrendszerű. Van egy különleges illata, hogy megdezsöljük a levelét, és egy levelet majd kapkodok utána, mint póka levegőben. Szóval van egy kis ilyen különleges, nem valami kellemes illata, de a virágai gyönyörűek. Ez például egy olyan változat, hogy amikor kinyílik, akkor ilyen sötét lila, vagy rózsaszín, és egyre elöregedve a virágok fehérednek, de van belőle hófehér változat, meg ilyen igazi lilás is. Itt például volt nekem tavaly nyáron egy hófehér, aminek még mindig itt van a törzse, mert nem szedtem ki, gyökérrendszere ne sérüljön, hanem rá tudjanak kapaszkodni a többi növény, tehát egy ilyen jó vaskos ágrendszere lett nyár végére, és itt ezek róla szaporodtak, és már szinte hamarosan fehér is lesz. Szóval itt nagyon jól összegabajodik ez a két növény a meglévő évelőkkel. Ezt az ernyős verbénát mutatnám, ezt a csokorral. Ők maguktól keltek ide, ő az anyanövény. Ott van például egy jó lila Kleopátra tűje, és ő az anyanövény, de már jól virágzik ő is, és összegabajodnak itt a Kleopátra tűjével, nagyon hangulatos oldott világot kölcsönöznek a díszágyásnak. A Kleopátra tűjét kell karózni, mert elég magasan meg tud nőni szerencsére, és amikor egyre magasabb, egyre könnyebben el tud dőlni, illetve ő el is ágazik. Ugyanúgy ez a pillangóvirág is el tud dőlni sajnos, és itt van is egy, amit még nem kötöztem meg. Gondoltam, megmutatom, hogy mennyire szét tud dőlni. Hát ez az egy maradt jó állapotban, úgymond egyenesen, a többi pedig így ki van dőlve, és majd fel kell kötöznöm őket. Hát itt kelt megint ernyős verbéna, tehát a kert életre kell. Meg van itt ez a macska ment, tehát a sudárzsája, bocsánat, ez is kicsit szétnyomta, de majd összekötözöm. És a harmadik évelő, vagy évelő, de is egy nyári, hát ezt meg kell mutatnom, ezt a kombinációt. Egy bugás hortenzia pinki vinki, meg az echinácea alapfaj. Itt a kalamagrosztiszom nagyon, hiszem ez a rozsdabetegséget kaptál, a sok nedves nap után meg ilyen párás időszakok voltak. Na, itt megint ki van dőlve félig ez a pillangóvirág, majd ezt is megkötözöm, és itt ez a kombináció, ez nagyon tetszik. És akkor még van egy nyári, a zinnia, rézvirág, vagy legényfogó virág, azt hiszem a második így helyes, de mi itt Zalában torta virágnak hívjuk őt. Ugye párosával állnak a levele, ilyen kis rezes a levele, vagy hát érdes a levele. Van belőle ilyen halv, egészen fehértől a rózsaszín pinken át, ott is van, nagyon sokféle színváltozata van. És ilyen gömbök is vannak belőle, úgyhogy én őket szoktam ültetni, és ültetem is, mivel nagyon hálásan virágoznak egészen a fagyokig. Jó zöld tömeget nevelnek, ami egyrészt tölti az ágyásokat, másrészt a nyersedékük jó talajpótló, illetve azt még megjegyezném, hogy én őket külön cserébe, tehát a magokat cserébe vetem, mert mindegyiket nagyon szeretik a csigák, tehát így az április, vagy a májusi fagyosszentek előtt egy hónappal vetem őket cserébe, és akkor utána a fagyosszentek elmúltával ültettem ki őket. Fú, hát nagyon sokat ültettem így ágyásonként, vagy 60-60-at, és azért volt jó pár, amit sajnos a csigák megettek,
de a többségük megmaradt és szépen beindult, és így július közepén, ma július 21-e van, már gyönyörűen virágoznak.